Az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból vizsgáztak a diákok. Az első feladat megoldásához 60 perc állt a rendelkezésükre. Nemes Nagy Ágnes párbeszéd a mai versről című művével kapcsolatban kellett összesen 11 kérdésre válaszolniuk a maturandozoknak. A második rész a 180 perces szövegalkotás volt, ahol három téma közül választhattak a jelöltek. A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban a mai napon 170 végzős vizsgázott magyar nyelv és irodalomból, és közel ez száz alsó éves tesz majd az idén előrehozott érettségig. A diákok egy része választja az emelcintű vizsgát, amelyet több lett jutalmaznak a felsőoktatási intézmények. Arányában az érettségizőkhöz képest ez egy megfelelő arány, olyan túlzottan nem. Mindaddig, amíg kötelezővé nem teszik ezt a dolgot, addig a gyerekek nyilván ki fogják számítani, mi a kedvezőbb számukra. Az első vizsganap minden diák számára a legizgalmasabb, még annak is, aki tavaly már előrehozott érettségit tett. A magyar érettségi két részből áll, a szövegértéstől egy kicsit Félek, mert kevés idő van, és sok feladatot kell megoldani. A, a második része az érettségnek az íráskészség felmérése, és hát itt, itt egy kis na, nagyobb mozgásterünk van, és így ezáltal így, így a gondolatainkat jobban kifejthetjük. Az érettségi vizsgák kedden matematikával folytatódnak. Ez követi szerdán a történelem, majd csütörtökön az angol nyelv. Az írásbelik május 23-áig zajlanak, a szóbeli vizsgák időszaka pedig június 14-től június 28-áig tart majd.